Jó, és most térjünk rá akkor a számításokra, kezdve ez az egyszerű vasbetonlemez számításával. Az az Excel táblázat, amiben én most dolgozni fogok, az mindenki rendelkezésére fog állni, tehát Excel táblázat segíti a számítást. Ugye Excel táblázattal nagyon vigyázni kell, mert csak olyan mezőbe, olyan cellába lehet értéket írni, amelyikhez nincs képlet rendelve. Tehát például ugye itt az elején mindjárt ugye a hídnyílás, a híd csatlakozó koronaszélessége, a K és a burkolat szélessége van. A kiemelésnek az elve az az, hogy amelyik cellában szereplő érték vastaggal van szedve, mint például a támaszköz lemez vastagság, ahhoz képlet tartozik, tehát számítja a táblázat. Ezeket már egyébként ki is számítottuk, ezeknek az értékeknek egy részét, tehát ellenőrzésül is lehet használni. Ami viszont a szöveg mezőben van kiemelve, mint az, hogy választott lemezvastagság, átlagos burkolatvastagság, lemez és burkolat 1 négyzetméterének súlya, stb. Ez megadandó érték az eddigi, illetve a későbbiekben elvégzendő számítások alapján. Jó, és akkor nézzük is a számításokat. Nézzük az egyszerű vasbetonlemez statikai számítását. A konkrét feladatnak a számai majd mindjárt látszani fognak, itt az elve látható a számításnak. Ugye az előbb a diabemutatóban szerepelt általános elveknek megfelelően, ugye 1 négyzetméter lemez és burkolat súlyát kell meghatározni. Itt az üres táblázat, amit majd ki kell tölteni, be kell írni a vasbetonlemeznek itt a mintaszámítás alatta, tulajdonképpen a mintaszámításnál, ha visszanézik, akkor a mintapélda lemezvastagsága 0,27, a kiegyenlítő beton átlagos vastagsága 0,036, szigetelés 0,01, védőbeton 0,056, aszfaltbeton 0,06. Ez szerepelt az előző alkalommal elkészített táblázatban, illetve amely táblázatot mindenki most holnap 12 óráig lead, abban ezek az értékek megvannak. Térfogatsúlyok vannak hozzárendelve. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a beton térfogatsúlya az kilonewton per köbméterben 23 mindenhol, az aszfalt betoné 24-jel vehendő figyelembe, illetve a vasbeton lemez pedig 25 kilonewton per köbméterrel. És akkor így szépen kijön egy négyzetméternek a súlya és az összesen érték. Mi a teendő ezek után? Ugye számolni kell az MXM, MYM és MXR nyomatékokat. A számítási képlet, ugye lemez plusz burkolat súlyának figyelembevételére, az itt látható, ez az ML egyenlő K szor QL szer LX négyzet. Mi alapján számoljuk ezt a az egyes nyomatékokat? Ugye az a K együttható a teherállásoknak megfelelő nyomatékokhoz a rüstféle táblázatok fejlécéből veendő ki, a QL ugye a lemez és burkolat 1 négyzetméterének a súlya kilonewton per négyzetméterben, LX a híd támasz köze. Nézzük a mintaszámítást ehhez. Számoljuk ki először tehát az LY per LX értéket. Az LY, ahogy említettem, mindenkinek 5 méter, az LX pedig az LX-re, a támasz közre kijött érték lesz. A kettő hányadosa alapján tudunk választani rüsttáblázatot. A rüsttáblázat, ahogy említettem, 5 féle ilyen LY per LX értékkel készült el, tehát 5 táblázat van. Itt a választásnál a közelebbi táblázatot kell alkalmazni. Tehát, hogyha van 1-es arány, meg 1,2-es arány, akkor itt a minta példában kijött 1,107, az 1,2-höz áll közelebb. Nem sokkal, de elhoz áll közelebb. Korábban még a számítások, tehát a korábbi hídfeladatok megoldásánál a táblázatok között is interpolálni kellett. Mivel ugye ez tulajdonképpen a nyomatékok szempontjából túl nagy eltérést nem ad, így a biztonság irányába térünk el, hogyha a közelebbi táblázat értékeit veszünk figyelembe, ha nem tévedünk túl nagyot. Tehát
Nézzük akkor, ez hogy történik, tehát honnan jönnek ezek a K együtthatók. Ehhez felvillantanám, bekapcsolnám a táblázatot, az 1,2-es arányú, tehát itt a 8-as számú táblázatnak, ugye úgy van írva, hogy a folytatása, meg kezdődik 0,8-tól, 1,22 értékek szerepelnek, de hát ahogy itt a mintaszámításban látható, az 1,2-es elipszilon per LX érték látható, és a fejlécben lévő K tényezők itt láthatók a jobb oldalon, tehát MXM esetén a K 0,125, MYM esetén 0,0176, és MXR esetén 0,125 szintén. Jó, kérdezném menet közben, hogy látható ez? Igen. Látható igen. Jól a táblázat? Nem túl picik, azért lehet látni, ugye? Lehet. Jó, rendben. Jó, tehát ezek szerepelnek itt a táblázatban, behelyettesítünk a képletben, képletbe is, akkor megvannak az MXM, MYM és MXR nyomatékok, ugye a lemez és burkolat súlyából származó nyomaték, ugye M lábindexben a kis L szerepel. Nézzük tovább a számítást, a kerékhajtós korlát súlyából származó nyomatékot. Illetve mielőtt tovább mennénk a számításokkal, nézzük meg, hogy működik az Excel táblázat. Tanár úr, itt kérdezhetek egyet? Igen, parancsoljon. Hogyha itt az elipszilon per elixnél kijön az, hogy mondjuk 0,85, akkor itt a közelebb lévőhöz kerekítek, vagy azt a táblázatot nézem? Tehát igen, az előbb is említettem, hogy a közelebb lévő, tehát az egyeshez tartozó. Jó. Vagy a 0,8-as, vagy 0,8 valamennyit mondott? Igen. Akkor a 0,8-ast fogja választani, persze. Okay, köszönöm. Tehát amihez közelebb áll. Jó. Jó, nézzük egyszerű vasbeton lemez, ugye megadjuk a hídnyílást, a feladatban ez 4,10 m. Mint a feladatban mármint. A K az ugye 5 méter mindenkinek, a B érték az itt a mintaszámításoknál 3,50 m. Így megkaptuk a támaszközt, az 4,515, ugye leellenőrizhetjük itt a jobb oldali számértéket az LX-re, stimmel. Megadja a táblázat a választható vastagsági határokat, tehát a lemez vastagság választható értékeit, ugye 0,30 és 0,27 között. A választott lemez vastagság az 0,27 lesz méterben. Átlagos burkolat vastagság az előző alkalommal már szerepelt az a táblázat, ahol a mintapéldának az átlagos burkolat vastagsága ki volt számítva, ez 0,162. A lemezés burkolat 1 négyzetméterének súlya, ugye az pedig az előző, itt visszakattintok, az előző táblázatból ez már kijött, 10,536. Az Excel táblázat nem azt a sorrendet követi, mint a számítás egészen, mert logikusan az összetartozó számítások azok egyszerre kerülnek kiszámításra. Jó, a következő mező kerékhárító 1 négyzetméterének a súlya, a QK, és a kerékhárító szélességét kell megadni majd. Ugye? De egyelőre most azt még hagyjuk üresen, majd ez, ha odaérünk, akkor be fogjuk írni. Tehát az elipszilon per LX-et számoltuk ki eddig, ugye az volt az 1,107, a továbbiakhoz kell majd az LX per A és A1 per A érték, majd ez a későbbiekben kerül itt a jobb oldalon kiszámításra. Nézzük tovább a lemez plusz burkolat súlyából származó nyomatékokat. Ugye itt a táblázatban már szerepelnek az egyes K tényezők, csak tulajdonképpen ki kell választani a megfelelőt. A K tényleges érték, ugye itt jobb oldalon is vannak még számértékek. Jó. Mik lesznek az adott értékek? Hát tulajdonképpen ebben az esetben egyszerű a helyzet, mert ezt a sort az 1,20-as és a 1,20-as elipszilon per LX értékhez ezek a K tényezők, itt láthatók a jobb oldalon a számításban is, kijelölöm és beírom ide, bemásolom ide. Jó, hogy bemásoltam, már kiszámításra kerültek a nyomatékok, tehát nézzük meg a jobb oldalt.
26,847. Előre bocsátom, hogy a legutolsó tizedesbe kerekítések miatt valahol ebbe a számításba van egy-egy ezred eltérés, nem játszik szerepet a továbbiakban. Általában egyébként stimmel. Emiszilon nem 3,780, az MXR 26,847, tehát itt mindegyik stimmelt. Nézzük a kerékhárító és korlát súlyából származó nyomatékot, tehát haladjunk tovább a számítással. Először ugye ki kell számítani egy négyzetméter kerékhárító és korlát súlyát. A képlet az QK egyenlő VK szor gamma B plusz Q korlát. A QK ugye az egy négyzetméter kerékhárító súlya, kilonewton per négyzetméterben jön ki, kell, hogy kijön a dimenzió. VK a kerékhárító vastagsága, ezt már korábban meghatározta mindenki, hiszen meg is tervezte a kerékhárító vastagságát és szélességét. Betontérfogat súlya a gamma B, ugye az 23 kilonewton per köbméternek vettük az előbb is figyelembe, a korlát egy négyzetméter kerékhárítóba épített korlátnak a súlya, ez vehető, ez előre meghatároztam, ez mindenkinek majd ugyanaz lesz. Mindjárt fogjuk látni, mint a számításoknál, hogy ez mennyi. A számítani kell ezután az 1 méter hosszú kerékhárítós korlát súlyát PR-rel jelöljük, ugye az az 1, az az 1 méterre utaló, csak hogy a dimenzió kijöjjön, QK szor E, tulajdonképpen a képlet. Ha PR értékünk megvan, akkor nyomatékok pedig következőképpen számíthatók. Van egy alfa-alfa vesző és alfa-1, alfa-2 tényező, amit majd egy 9-es táblázatból fogunk kinézni az epsilon per LX függvényében. A PR szer LX, ugye LX pedig a támaszköz lesz. Jó, nézzük a mintaszámítást ehhez. És akkor nézzük az Excel táblát is szinkronban. Tehát a kerékhárító egy négyzetméterének a súlya, ugye ez volt a QK, az 7,46. A kerékhárító szélessége pedig 0,50. Jó, ez lesz akkor a PR. A PR az 3,73, vagy 730, itt az Excel táblázatban kicsit lejjebb olvasható kerékhárító súlyából származó nyomatékoknál. Ez stimmel, és akkor most nézzük az alfa vesző, alfa 1, alfa 2 tényezőket. Az Excel táblában a zárójelbe szerepel, ebben a sorrendben kell az egymás utáni céllákba beírni az alfát, alfa veszőt, alfa egyet, alfa kettőt. Nézzük a táblázatot. Ez a 9-es számú táblázat lesz. Gondolom látható a táblázat, szóljanak, ha nem. Jó, tehát 1,2-es epsilon per LX-hez nézzük ki, és ugye a PR-hez tartozó, tehát itt ugye MR nincsen, az már a szegélybordásforgató lemeznél lesz, mert nyomaték itt nem lép fel, nem léphet fel. Tehát az alfa 1, alfa, alfa 2, alfa 2 vesző, alfa vesző ilyen sorrendben van itt megadva a fejlécben. Tehát figyelni kell a sorrendre, hogy mit hova írunk. Tehát nézzük akkor sorba az Excel táblázatba, az első helyre az alfát kell írni. Az alfa az a második érték, az 0,09, előjelre is figyeljünk. Ugye direkt ki van írva a plusz előjel is. Tehát 0,09. Alfa vesszőt keressük ki, az az utolsó, itt viszont ennek negatív az előjele az alfa vesszőnek, tehát mínusz. 0,03. Jön az alfa 1. Az alfa 1 az plusz 0,25. Az alfa 2 pedig 0,0 plusz 0,03. Jó, tehát egyszerű vasbeton lemeznél a 9-es számú táblázatból a PR-hez olvasunk csak ki alfa tényezőket. Jó, itt nézzük a mintaszámításban, stimmelünk-e? Igen, 0,09 minusz 0,03, 0,25 és 0,03. Behelyettesítünk, akkor kapjuk a nyomatékokat, az MXM helyen a 3,031, az MYM helyen mínusz 1,0.
0,1, és az MXR nyomaték pedig 4,715 lesz. Látható, ugye ez a legnagyobb. Meg a lemez plusz burkolat súlyából származóan ugyan egyforma, a két nyomaték, ugye a K-tényező azonossága miatt, viszont itt a kerékhárító esetében már ugye nagyobb a lemez szélén. Nézzük igénybevételek esetleges terhelésből, ezt hogyan számítjuk. Igen, itt az Excel táblázatból egy összesítés hiányzik, viszont meg kell tenni a mintaszámítás alapján majd kinek-kinek a saját feladatában. Tehát összegezni kell a lemez plusz burkolat súlyából származó nyomatékoknak és a kerékhárítóból származó nyomatékoknak az összes ennyit. Jó, esetleges terhelésekből származó nyomatékok. A délbemutatóban már ugye eltettünk róla szót, itt a konkrét képlet is látható már. Ugye M itt a lábindexben egy kis elszerepel, mint utalva arra, hogy esetleges terhelésekből származó nyomatékokat határozunk meg. A képlet az úgy hangzik, hogy mű szorozva a szögletes zárójelben az összes többi képletben szereplő érték, nagy pészer M1 plusz kis pészer, zárójelbe MP plusz MP vesző zárójelbe zárva, szögletes zárójelbe zárva. Mi mit jelent? A mű, ez egy dinamikus tényező, amely dinamikus tényező ilyen monolit vasbaton lemezhidakna, mint amilyet tervezünk, ez számolandó, figyelembe vehető, tehát nem szerepel túltöltésben, nem boltozott híd, tehát ez nem elhanyagolandó. Ellenben a számítási képlet alapján, ha behelyettesítünk 1,05 plusz 5 per LX plusz 5 képletbe, akkor sok esetben nagyobb érték jön ki, mint 1,5. Ebben az esetben is a mű maximális értéke 1,5 lehet. Ez az Excel táblázatban meg van fogalmazva feltételként, tehát ha tulajdonképpen az Excel táblázat az mindenféle egyéb adat beírása nélkül automatikusan kiszámítja ezt az értéket. A kézzel elkészítendő számításokban viszont a képlet, behelyettesítés, ez a korábbiak alapján azt hiszem nem kell mondani, hogy mindig képlet, behelyettesítés, mint ahogy a mintaszámításokban is van, direkt úgy van leírva itt is, hogy azt tessék majd kézzel, olvashatóan, megfelelő formátumban elkészíteni, és annak a szkenelt vagy fényképezett változatát kell majd a jövő hét péntek délig megküldeni. Jó, tehát a képletbe behelyettesítünk, ha nagyobbra jön ki, mint 1,5, a mű dinamikus tényező, akkor odaírjuk, hogy maximális érték 1,5 lehet, és azt helyettesítünk be majd a képletbe. Nézzük a többi változót. Nagy P. Szabvány közötti járműtár hátsó kerekére jutó terhelést, C-terhelési osztályban ez, ugye a kétharmad része a 200 kN-nak, ez 66,6-del helyettesítendő be, hogy majd a mintaszámításban látható is. Akkor az M1 paraméter, az 1 kN kerékterhelés által okozott nyomaték, kN méter per kN-ban, ugye fajlagos érték a táblázatból, ugye fajlagos értéket nézünk ki, ahogy ez már a bemutatóban ez szerepelt. A kis p, a lemez esetlegesen megoszló terhelése, ez a 4 kN per négyzetméter. Az M index kis p, az 1 kN per négyzetméter terhelés nyomatéka a főnyomon. Az MP jelzet pedig 1 kN per négyzetméter terhelés nyomatéka a főnyomon kívül. Ez is fajlagos érték, kN per kN per négyzetméter. LX a híd támasz köze. Jó, tehát tulajdonképpen a rüstféle táblázatokból kell kinézni majd az M1, MP, MP jelzett értékeket a megfelelő nyomatékokhoz. Ehhez a rüstféle táblázatok, tehát a rüstféle táblázatokból az M1, MP, MP jelzett értékek meghatározása vagy kinézéséhez meg kell határozni, ugye a
terrelosztó négyszög hittengely irányú oldalhoz szállt az A1-et, ahogy a bemutatóban is az szerepelt. A képlet, ugyanaz a képlet látható itt is. 0, 20 plusz 2V vesző plusz kis V, ahol az A1 a kerékfelfekvési négyszög hittengely irányú oldalhossza ugye méterben, V vesző a híd burkolat vastagságának burkolatának átlagos vastagsága, a V a pedig a választott vasbetonlemez vastagsága lesz. Tehát az M1-MP-MP jelzett értékeket így táblázatos formában, ahogy itt látható, kell meghatározni. Mi kell még a táblázatokból való értékek meghatározásához? Az LX per A és az A1 per A hányadosra van még szükségünk. Az A érték az a C-terhelési osztályban a szabvány közötti járműteher keréktávolság vagy a nyomtávolság az 2 méter, ahogy ezt már láthattuk is. Jó, és akkor nézzük a mintaszámítást. A mintaszámításban is, ahogy látható, a műre 1,575 jön ki. Itt a jobb, a bal oldalon az Excel táblázatban ez meg is jelenik. Ahogy említettem, az eddig megadott értékekből az Excel táblázat számolja, de ugye figyelembe véve az 1,5 lesz. Jó, az A1 érték, ha behelyettesítünk a mintapéldából, akkor a 0,20-hoz hozzáadjuk a 2x0,162-t, amit már beírtunk a táblázat elején, mint átlagos burkolatvastagság, plusz a lemez vastagság az 0,27, tehát az A1 értékére adódik a 0,794. Jó, és akkor nézzük a szükséges hányadosokat. Az LX per A érték az 2,258, és az A1 per A pedig 0,397 lesz. Jó, és tulajdonképpen behelyettesítünk itt az előbb megadott képletbe. Tehát ugye az M esetleges terhelések meghatározására adott képletbe helyettesítünk be. Az MXM, MYM és MXR-re meghatározott M1, MP, MP jelzett értékekkel. Nézzük akkor ez hogy történik az Excel táblázat segítségével. Az Excel táblázatban, tehát ide be kell írni ezeket a paramétereket, látható itt, hogy milyen sorrendben, ugye M1, MP, MP jelzett így jönnek sorba az MXM nyomatéknál, MYM nyomatéknál és az MXR nyomatéknál. Ha elmegyünk jobbra a táblázatban, akkor van egy ilyen kis kiegészítő táblázat rész, amelyik tulajdonképpen az interpolálást végzi el. A következőképpen, tehát most én egyet mutatnék be, az összes többi értéket, azt ez alapján azt gondolom, hogy mindenki meg tudja csinálni. Jó, tehát mit lehet beírni? Látható, hogy itt a szerkesztő lécben, a fellécben látható, hogy hol nincs képlet írva. Ugye miket kell ide beírni az első sorba? Ugye A1 per A, A1 per A és A1 per A értékek, de hol és honnan vesszük ezeket az értékeket? Behoznám újra akkor a rüstféle táblázatot, és egy picit azért bele tudok nagyítani. Hogy jobban lehessen látni, és most az első, az MXM-re beírandó, MXM nyomatékhoz, számításhoz beírandó M1, MP és MP jelzett értékeket, értékek közül tulajdonképpen az M1 meghatározását nézzük csak meg, mert ha most arrébb húzom a táblázatot, akkor látható, hogy itt az MP és MP jelzetnél tulajdonképpen LX per A-ra kell csak interpolálni. Tehát egyszeres interpolálás van. Felhívnám a figyelmet a táblázat használatánál arra, hogy ne kerülje el a figyelmünket az, hogy itt a táblázat első sorában látható, úgy kiírva, színes vesző és az előtte lévő nulla, hogy ez ide is ideírandó. Tehát itt is ugyanúgy a következő sort, ha nézem, ugye itt ez nem 20, hanem 0,20, ez 0,04, ez 0,44, 0,09, 0,,
88 és 0,19, stb. Jó, tehát ez ne maradjon figyelmen kívül, ugyanez igaz itt bal oldalon is láthatók ilyen értékek, tehát az első sor szerint kell a tizedes veszőt elhelyezni, meg a nullát. Jó, visszatérnék az M1 meghatározására, mert ugye itt kell kétszeresen interpolálni mind A1 per A értékre, mind LX per A értékre. Jó, nézzük akkor az értékeket. Ha az A1 per A értéket nézzük, a táblázatban szerepel 0,125, 0,25 és 0,5. Nekünk a mintafeladatban ugye az A1 per A értékünk az 0,397 lesz. Tehát akkor a 0,397 az hol foglal helyet? A 0,25 és a 0,5 között. Tehát akkor a 0,25 marad, 0,5 marad, az A1 per A, ez ide írjuk a 0,397-et. Jó, nézzük akkor az LX per A értéket. Az LX per A értékünk az 2,258 a mintapéldában, tehát a 2 és a 2,5 között foglal helyet. Tehát ide beírjuk az első értéket, az 2, a végső érték az 2,5, és a közbenső értékünk pedig az LX per A-ra a tényleges mintaszámítás szerint 2,258. Jó, na most akkor írjuk be, tehát most következik az, hogy az oszlop és a sor meccéspontjába lévő értéket ide be kell írni. Tehát nézzük először a 2 LX per A értéket. A 2 LX per A értéket a 0,25-ös A1 per A-nál 0,61-nek kell beírni. Jó, a 0,5-höz tartozóan pedig 0,58. Jó, nézzük a 2,5-ös LX per A értékhez ugyanezeket az A1 per A értékeket. A 0,25-ös A1 per A értékhez tartozik 0,77, és a 0,5-öshöz pedig 0,72. Jó. A 2,258-as pontos értékhez tartozó A1 per A M1 érték, az 0,669. Tehát ezt a 0,669-et kell, 0,669-et kell majd ide beírni az első mezőbe. Jó. Kérdezném, hogy érthető volt-e ez? Igen, érthető volt. Igen. Jó, tehát most én nem mutatnám be, mert időhúzás lenne a részemről, hogyha itt most külön mennénk az MY-nál, MX-re, stb. Jó, itt majd a minta példában látható, hogy például az MP jelzett érték, mivel a pontos LX per A értékünk az 2,258, és 2,5-ös értékig, ha visszaveszem a nagyítást, 2,5-ös értékhez nincsen MP értékünk, itt ki van húzva. Jó, tehát az ott nulla lesz majd ebben az esetben. Tehát ezek a középső értékek nullák lesznek majd. Az MP jelzett értékek pedig tulajdonképpen a két táblázatban szereplő értéknek az interpolálásával kerül ki számításra. Jó, tehát a 0,88 és az 1,49 között lesz majd. Gondolom, hogy azt meg tudja mindenki csinálni, tehát ahhoz nincs is a táblázatban rendelkezésre bocsátva, mint a számítás. Jó, ha ez megvan, akkor térjünk vissza a számításokhoz, tehát látható itt a mintaszámításban is a 0,669-et azt kiszámoltuk, ide sorba beírhatjuk akkor a táblázatból beinterpolált értéket, 0,282, 1,155. Az MP-k azok nullák,
az MP jelzettek pedig az MXM-hez tartozóan 1,195, az MYM-hez tartozóan 0,273, az MXR-hez pedig 0,733. Jó, látható itt a mintaszámításban a jobb oldalon, hogy az MXM-re kijött esetleges terhelésekből származó nyomaték az 74003 stimmel, az MYM-re 29810, ez is stimmel, és az MXR-re 119783, ez is stimmel. Már csak a mérték a nyomatékok számítása van hátra. Ugye az állandó terhelésekből származó nyomatékok plusz hozzáadva esetleges terhelésekből származó nyomatékok 1,2-szeresét. Jó mértékadó, vagy a mintaszámítás szerint ezek az értékek, ugye itt rendre megjelennek az Excel táblázatban is, kicsit nagyobb betűnagysággal szedve, az MXM 118682, az MYM 38542, itt van az a bizonyos egyezrednyi különbség, és az MXR-re 175302. Jó, akkor úgy gondolom, hogy az egyszerű vasbetonlemez számítása így megoldható. Amivel még itt foglalkozni kell, az az, hogy meg kell vizsgálni, hogy amit választottunk lemezvastagság, az megfelelő-e. Na most minden különösebb extra magyarázat nélkül az a jövő héten hangzik majd el az N-mentes vasbeton tervezésnek az elve és a számítási metódusa. Tulajdonképpen itt egy dolgot kell megnézni, és ezt itt pintaként be is írom. Tehát a kijött mértékadó nyomatékok alapján, tehát ami most itt a mintaszámításban van, ez egy olyan átlagos nyomatéknak számít. Ennél vannak kisebbek is, a feladatokban kisebbek is kijöhetnek, meg ennél nagyobbak is. Tehát ha e körüli értéket nézünk, akkor az X irányú vasbetéteket, hogyha itt látható, hogy centiméterben kell megadni a vasátmérőt, egyszerű vasbeton lemeznél legyen ez most 2 centi, a takarás értéke vagy betonfedés tulajdonképpen a számításokhoz az is szükséges, hogy mekkora a vastagságú betonréteg helyezkedik el a vasbetétek így tartóan. Tehát ha nézzük a kész vasbeton lemezt, akkor az alsó síkjától számítva az ahhoz legközelebb eső vasbetétnek a síkja, az hol helyezkedik el, az legyen itt 2 centi, szegélybordásnál majd ez 3 centi lesz. Ha ezt a két számot beírjuk, akkor elegendő is tulajdonképpen az Y irányú nyomatékok, vagy Y irányú vasbetétekkel nem kell foglalkozni, mert hogyha megfelel a vasbetonlemez vastagsága X irányú nyomatékokra, akkor Y irány meg főleg meg fog felelni. Jó, mit kell megnézni a táblában, ki is fogom pirosítani. A XI értékeket kell megnézni, tehát ez ugye az MXM-re kijött, XI érték, ez a kisebb, és ami a mértékadó, az MXR-re kijött XI érték. Jó? Ennek minél kell kevesebbnek lenni? 0,5-nél. Jó? Tehát 0,5-nél kell kevesebbnek kijönni, akkor felel meg a lemez. Ez a későbbiekben itt a mintaszámításban is szerepel, amit itt közre adok, csak ezt itt akkor érdemes volt mindjárt elmondani. Jó, tehát két értéket kell beírni, vasátmérőt, nagyobb átmérőknél ugye lehet ez 22-24 mm, tehát 2,2-2,4 centi, a 2,6-nál vastagabb, nagyobb átmérőt nem valószínű, hogy valakinek is kell választani. Tehát e körüli értéket írunk be, és akkor a XI értékének 0,5-nél kisebbnek kell kijönnie. Jó, ha ezzel végeztünk, akkor nézzük a szegélybordásos betonlemeznek a mintaszámítását. Tulajdonképpen a lemez plusz burkolat súlyából származó igénybevételek ugyanúgy számolandók, meg az értéke is ugyanazok lesznek.
Jó, tehát itt, ha nézzük a kijött egy négyzetméter lemez plusz burkolatsúlyát, az ugyanaz, a K tényezők ugyanazok, tehát a kijött nyomatékok is ugyanazok lesznek. Itt vissza görgetem egy picit, látható, hogy egyformák. Jó, viszont ehhez van egy másik táblázat a szegélybordásos betonlemezhez, hiszen ott vannak még plusz számítások. Jó, nézzük akkor, itt is gyorsan töltsük ki. Ugyanaz az L érték, tehát 4,1, a K az 5 méter, a burkolat, hát itt most 3,50 lett figyelembe véve, mint a számításoknál, ez ne tévesszem meg senkit se, felhívnám a figyelmet, hogy úgy, ahogy azt a szerkesztésből is látható, ugye a szegélyboras vasbeton lemeznél a teljes kerékhárító szélesség az 0,35 plusz 0,15. Tehát nem úgy, mint ahogy a mintaszámításban majd szerepelni fog. De itt ugye 3,5-re lett véve a burkolat szélesség a mintaszámításokban, ha jól emlékszem. Igen, itt a 3,5 a képletben. Jó, lemez vastagság ugye ugyanaz lesz. Jó, választott lemez vastagság 0,27, átlagos burkolat vastagság ugyanaz, 0,162, a lemez és burkolat egy négyzetméterének a súlya az megint ugyanaz, mint az előbb, 10,536. A kerékhárító egy négyzetméterének súlya, ugye ez később kerül kiszámításra, most oda akkor elmegyünk. Még egyszer az előbbieknél említettem, hogy a korlátnak a súlya mintaszámításokból átvehető. 0,33 kN per négyzetméternek van figyelembe véve. Ugyanúgy az egyszerű vasbeton lemeznél és a szegélybordásnál is ez 0,33 kN per négyzetméter. Figyelembe véve, hogy a függőleges osztólécek egymástól való távolsága ez 30 cm. Jó, tehát ez előre meg van határozva. De akkor így is kell majd a rajzon szerepeltetni. Jó, tehát akkor nézzük a kerékhárítónak a vastagsága, a VK az 0,31. Ebben a szegélybordás vasbeton lemeznél, mivel a fajlagosan nézve is az 1 méter vagy 1 négyzetméterre jutó szegélyborda és szegély konzolnál nem a beton, hanem a vasbeton térfogat súlyával számolunk, az 25 kN per köbméter, ez fontos eltérés. Jó, és akkor a QK-nak ugye ennyire kellene kijönni. A QK az tehát 8,08. Jó, és akkor itt figyeljünk a szegélybordás vasbeton lemeznél, mert ugye külön kell megadni a szegélybordának és a szegélykonzolnak a szélességét. Látható itt a feladatban, tehát most ezt írom be, mert akkor jön ki ez az érték, itt a teljes kerékhárító szélessége az 0,5, viszont a feladatban pedig ugye úgy számoltuk, hogy a 65 centiből ugye 35 centi van nem 50 centi van a lemezen és 15 cm lóg le, tehát akkor ott átirandó ez ugye 0,5 plusz 0,15. Így jön ki a 0,65-ös teljes kerékhárító szélesség. Jó, tehát még egyszer itt azért írom csak 0,35-re és 0,15-re, mert itt 3,50-es burkolat szélességgel lett számolva. Jó, tehát akkor ide kell beírni a 0,35-öt, ide pedig a
töltött a konzolt. Jó, nézzük akkor a kijött PR értéket először. A PR 4,404 és az MR érték a táblázatban már később lesz, az 0,091, tehát stimmel. De ballagjunk vissza akkor a állandó terhelésekből származó nyomatékok, tehát lemez plusz burkolatsúlyából származó nyomaték meghatározásához, hogy előre ugrottunk itt az Excel táblázat miatt. Térjünk vissza, mint a számítás szerint, ugye ugyanannak kell kijönni, mint előbb. A rüsféle táblázat, hoz az L y per LX érték az ugyanaz maradt, és az 1,2-höz. 1,2-es L y per LX értékhez tartozó táblázatot nézzük. Az A1 érték is ugyanaz maradt, és az A1 per A érték és az LX per A érték is ugyanaz az érték maradt. Jó, és akkor nézzük a K értékeket. Ugye ezt másoltuk át az előbb is. Ahogy ezt beírjuk, megjelennek a kiszámolt értékek. 26847, 378 és 26847. És ugye most jön a szegélybord, a szegélykonzol okozta igénybevételek számítása a QK, erről már az előbb tettünk egy említést, és akkor meg is néztük a képletbe, hogy hogy lesz kiszámolva. Ugyanúgy kell számolni az ebből származó nyomatékokat is, ugye az alfa-alfa vesző, alfa 1, alfa 2 ugyanúgy kell szerepeltetni, mint az előbb. Kinézve a 9-es táblázatból. 9-es táblázatból az L y per LX függvényében ugyanazokat nézhetjük ki, mint az előbb. Itt egy fontos plusz dolog lesz majd, a konzolból származó nyomatéknak a képlete, ugye az M as lábindex RL, vagy előle 1 méter hosszú szegélykonzol nyomatéka, képlete az QK szor D négyzet per 2, ahol D a szegélykonzol szélessége, ugye az 0,15, ez pedig az 1 méterre vonatkozik egyessel szorozva. Jó, és akkor a nyomatékok pedig itt számolandók, és itt jelenik meg, ahogy jeleztem majd a szegély konzolos résznél, az a negatív nyomaték, ez az MYR nyomaték. Jó, nézzük akkor a mintaszámítást. A QK-t már megnéztük, ugye a szegély borda és a szegély konzolos rész az a szerkesztések alapján ugye az 0,50 a szegély borda és 0,15 a konzolos rész. Jó, a PR-t megnéztük, az kijött. Az alfa 1, alfa 2-ket, meg ide írjuk be, hogy akkor itt is legyen meg. Tehát rendre akkor az alfa az 0,09. Előbb már kinéztük. A alfa vesző a következő, az mínusz 0,03. Az alfa 1 az 0,25, és az alfa 2 az pedig 0,03. Nézzük a kijött értékeket, ugye MXM-re 3,283, a MYM-re mínusz 1,094, és MXR-re 5,107. Ugye mivel a PR az másra jött ki, ezért jönnek itt ki más nyomatéki értékek. Nézzük viszont, amit eddig még nem néztünk, a szegély konzol által okozott nyomaték, ugye ez MR-rel van jelölve. Nézzük akkor a béta, béta vesző, béta 1, béta 2, béta 2 vesző tényezőket a 9-es táblázatból.
Jó, tehát egy egész picit bele tudok nagyítani. Azért látsuk a fejlécet is, tehát 1,2-es epsilon per LX értékhez nézzük ki az MR-re vonatkozóan. Az első kinézendő a béta érték lesz, azt kell oda beírni. Igen, a béta érték az mínusz 0,06. Jön a béta vesző, itt a végén van, mínusz 0,1. Aztán a béta 1, a béta 1 az 0,33, aztán a béta 2 az mínusz 0,05, akkor a béta 2 vesző van még, az pedig mínusz 1. Jó, nézzük meg, ugye ezt kinéztük a táblázatból, nézzük meg, hogy hogy írtuk be, jól írtuk-e be. Nézzük a mintaszámítást, mínusz 0,06 a béta, mínusz 0,1 a béta vesző, a béta 1 0,33, a béta 2 mínusz 0,05, és a béta 2 vesző pedig ugye mínusz 1. Jó, a kijött nyomatékok tehát rendre, az MR-re, mínusz 0,011, az MXM-re, MYM-re, a MYM-re mínusz 0,018, MXR-re 0,025, és MYR-re pedig mínusz 0,091. Jó, és akkor itt is összesíteni kell az állandó terhelésből származó igénybevételeket, tehát ugye az akkor három részből áll az MXM helyen, ugye a lemez plusz burkolat, a szegély, borda szegély, korlátból a nyíróerőből származó PR nyomaték, és az MR a konzolos nyomaték, konzolból származó nyomaték. Jó, mintaszámítás szerint, ugye itt ez megvan, tehát a mintaszámítás szerint ezt is így a kézzel írt számításoknál szerepeltetni kell. Majd jön az esetleges terhelésekből származó nyomatékok számítása. A PR, tehát ugye itt két részből tevődik össze, az egyszerű vasbeton lemeztől eltérően, tehát itt lejjebb megyek a számításokkal. Jó, tehát egyszer az első része az esetleges terhelésnek ugyanúgy számolandó, mint egyszerű vasbeton lemeznél, ugye adott képlettel. A 1 méter hosszú kerékhárítón elhelyezett 4 kN per négyzetméter nagyságú egyenletesen megosztó terhelés hatására fellépő nyíróerő, ez PR vesszővel van jelölve, ez P plusz, ugye a szegély borda és a szegély konzolos rész összege, tehát a teljes kerékhárító szélességgel lesz egyenlő. A P, ugye az a 4, a kis P, az a 4 kN per négyzetméter nagyságú egyenletesen megosztó terhelés, ez ugye csak behelyettesítendő oda, ugye a 4 kN per négyzetméteres érték, a D a szegély konzol szélessége, C a szegély borda szélessége, és akkor a nyíróerő számításánál pedig, hogyha az a P-et veszőt kiszámoltuk, akkor ugyanazok az alfák, alfa vesző és alfa 1, alfa 2 fog szerepelni a képletben, amit már egyszer kinéztünk. Nézzük a szegély konzol ból származó nyomatékot, ugye ez MR veszővel van jelölve. A képlet úgy néz ki, hogy a számlálóba kis P szer D négyzet per 2x1, a kis P az megint ugyanúgy 4 kN per négyzetméter, a D az a szegély konzol szélessége. Behelyettesítünk, és megint csak a béta vesző, béta 1, béta 2, béta 2 vesző értékek ugyanazok,
mint amit korábban már beírtunk. Itt az Excel táblázatban sem jelenik meg külön mezőben, külön cellában. Jó, és akkor nézzük a mintaszámítást. Ezek a számítások már megvannak. Nézzük az esetleges nyomatékokat. Jó, tehát ugye be kell írni úgy, mint ahogy az előbb, M1, MP és MP jelzett értékeket, sorba 0,69, nem? 6. Ezek nullák, az MP-k, az MP jelzett pedig XM-nél 1,195, YM-nél 0,273, és XR-re pedig 0,733. Jó, kijönnek a nyomatékok, itt sorba lehet nézni, 74,003, 29,810, 119,783, tehát az arányok azok hasonlóak, mint egyszerű vasbeton lemeznél, és most jön a PR és az MR, PR vesző és MR vesző értékeknek a számítása. A PR vesző ugye be van helyettesítve a képletbe, a kis P ugye az mindenkinek ugyanaz, egyenletesen megoszló terhelés, 4 kN per négyzetméter, szorozva a szegélyborda plusz szegélykonzol, tehát a teljes kerékhárító szélességgel, az adja a PR vesző értéket, az alfák ugyanazok, ezek beírandók, vagy nem kell most már beírni újra, mert a táblázat az a korábban beírt alfa értékekkel számol, meg béta értékekkel számol. Tehát nézzük meg, hogy akkor mi jön ki. A PR vesző az 2, igen, itt nincs kiírva a 3/10-es, ez itt most egy kis hiányosság, az Excel táblázatnak ugye rosszul van megadva a pontossága, ezt ki lehet javítani, tehát az, itt most 2,0 pontosan a PR vesző. Nézzük akkor a PR vesszővel kiszámolva az MXM-et, az 1,625, a MYM-re mínusz 0,542, mínusz 0,542, az MXR-re pedig 2,528. Jó, nézzük az MR vesszőt, ugye a képlet az megint csak a kis P, ami egyenletesen megoszló teher, tehát 4 kN per négyzetméter, szorozva itt a konzolos rész tulajdonképpen ugyanaz lesz, mint a majd a kinek a saját számításában, az 0,15. A konzolos rész az a négyzeten per 2, szóval 1 méter, tehát az MR vesző az 0,045. Az MR vesző az 0,045 itt a táblázatban. Jó. Ezek alapján számított nyomatékok MXM-re mínusz 0,05, MYM-re mínusz 0,09, az MXR-re 0,013, és az MYR-re pedig mínusz 0,045. Mértékadó nyomatékok számítása következik hasonlóan, mint előbb, tehát kiszámoltuk már az állandó terhelésekből származó nyomatékot, ugye ezek vannak elől, MA, XM, YM, XR és YR helyen, és történik a behelyettesítés a képletbe, és az összesítés, és a mértékadó nyomatékok, hogyha megnézzük itt az Excel táblázatban szereplő értékeket, azok meg is egyeznek, 120,867, 37,778, ugye itt a táblázatból a legutolsó szám az lemaradt, az MXR az 178,768, és az MR,
az MYR negatív nyomaték az mínusz 0,145, tehát látható arányaiban, hogy jóval kisebb negatív nyomatékról van szó ez a nyomatéki ábrák ábrázolásánál. De tulajdonképpen szinte alig ábrázolható, de a számérték odaírva egyértelműen megadja, hogy miről van szó. Jó, ugyanígy a szegélybordás vasbeton lemeznél is ellenőrizendő, hogy megfelelő vastagságú lemezt választottunk le. Itt is beírjuk akkor a 2 cm-es vasátmérőt, és itt viszont 3 cm lesz a betonfedés, majd a későbbiekben a jövő héten látjuk majd a vasalás tervezésénél, hogy miért kell 3 cm-nek venni a takarást. És akkor nézzük, megint kiemelném akkor a XI értékeket pirossal. Jó, ezeket kell megnézni, megint itt is 0,5-nél nem lehet nagyobb érték. Jó, ez egyik sem nagyobb, tehát ez megfelel. Jó, én ennyit gondoltam bemutatni. Tulajdonképpen, ami még hátra lenne, a nyomatéki ábrák bemutatása, esetleg, ha ezzel kapcsolatban lesz majd valami kérdés, akkor azt jelezzék. Jó, tehát a nyomatéki ábrák készítésével kapcsolatban nem gondoltam külön megnézegetni. Tulajdonképpen a nyomatéki ábrák rajzolásának elvét már a diabemutató tartalmazta. Annak tulajdonképpen a konkretizálása van a mintapéldákon, illetve az AutoCAD-ben való rajzolás pedig megint egy A3-as keret, illetve a méretezési stílusnak a beállítása az segíti.